pislánkoló láng mellett lehetőség van kicsit elcsendesedni és várni az ünnepet. A város csodálatos adventi koszorúját idén is a Matyó Kertbarát Egyesület tagjai készítették, köszönjük munkájukat! Kedves vendégeink! Az 1 millió csillag a szegényekért akció keretén belül a mezőkövesdi Caritas csoport idén is adománygyűjtést szervez. Vegyenek részt önök is az akcióban, és gyűjtsák meg személyes csillagukat a szegényekért, a szenvedőkért, a betegekért és minden rászorulóért. A gyertyákért felajánlott adományokból a Caritas a rászorulókat támogatja. Az adományokat az adományurnában helyezhetik el. A Caritas örömmel fogad tartós élelmiszer adományokat is, melyekkel szintén a rászorulókat segítik majd. Ezeket a felajánlásokat a Szent László plébánián adhatják le a kedves adakozók. Köszönjük, hogy segítenek! Adventi gyertyagyújtásunkon elsőként a mezőkövesdi óvoda, bölcsöde és élelmezési központ Rügyecske óvodája Alma nagycsoportosainak előadását láthatják. Felkészítő óvodapedagógusok Múzerné Csirma Zsuzsanna és Barciné Molnár Erik fogadják szeretettel a gyermekek műsorát. Annak ki örül, jó, hogy senki
Thank you.
Köszönjük szépen! A Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola műsora következik. Tóth Bence magánénekes növendék előadásában hallhatjuk Anonymus Szeretet Légy című énekét. Felkészítő tanára Mózárné Horda Stefánia. Zongorán közreműködik Tamási Jolán tanárnő, valamint a Zeneiskola Furia együttese. Győrődi Fatime, Győrődi Gergely, Bollók Róza, Csótka Ádám Eszter növendékek. Műsoruk a Three Wild Songs és a We Wish You a Merry Christmas. Felkészítő és közreműködik Kovács Csiki Lilla tanárnő. Fogadják szeretettel őket. Jesus, you know.
Köszönjük szépen! Kérem, fogadják szeretettel a Szent István Katolikus Általános Iskola műsorát, melyben szólót énekelnek Bukta Balázs, Tóth Bence, Kaló Martin, Kleszó Ákos, Patai Péter, Birinyi Dorka. A kórus betanította Nagyné Demeter Ilona tanárnő. Thank you.
Köszönjük szépen!
Hristi János, Advent. Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg. Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és felfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi meglepetés. Lehetséges vége érhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk. Szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, és már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb. A hetek, órák, percek, kattogó, szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel sem kevesebb annál, amire vár. Mire Lajos, visszajön. Hóból az erdős, ködből a felhő, hó esik, télfele fújja. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Száll csuda híre szívből a szépbe. 2000 év a tanul. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Angyalok ajtán, emberek hangján csendül a csillagos ének. 2000 éve mennek eléd a boldogan, hogy neki élnek. Ott a helyed, egy drága menetben. Életed Krisztusra vár rád. Hagyd el a gondot, légy vele boldog. Zengje a szíved a hálát. Almási Mihályné, légy kész. Légy kész meghallani az Úr hangját, a szólít, csendes éjszakán. És mondd, mit mondott egykoron Sámuel. Csak szólj, figyeljek atyám. Légy kész meghallani az Úr hangját, ha lázas munkában talál, és kér idődből csak egy fél órát. Légy kész mondani, itt vagyok, atyám. És légy csendesen, míg beszél. Légy kész megtenni, amit kér, mert nem sokára jő a vég, és nem lesz rá időd elég. Túrvezei Erzsébet kérdez a gyermek. Ott fellett a csillagok felett, de amikor karácsony este lett, eljött a földre, mint kicsin gyerek. És ó, a hidegszívű emberek kis istállóban kellett hálnia, szalmán feküdt ő, az Isten fia. Elhagyta életünk az egeket. Ugye, apukám, nagyon szereted. Az apa nem szól. Olyan hallgatak. De a kis kedvenc nem vár szavakat. Oda szorítja vállára meleg, kipirult arcát, s tovább csicsereg. Kicsin gyermek lett, gyenge és szegény, s ott aludt az állatok helyén, szűk istállóban. Nem is érthetem, milyen meleg ágyacskán van nekem. Pedig csak a te kislányod vagyok. S ő, az Isten fia, ő a legnagyobb szalmán feküdt, amikor született.
Ugye apukám nagyon szeretett. Kint csillagfényes, hideg este, tél. Bent apja ölén, kisleány beszél. Ott se lyukatott szalma fekhelyén, fúrniuk kellett éne idején. Halálra keresték a katonát, menekültek a pusztaságon át. Milyen keserves útjuk is lehetett. Ugye apukám nagyon szeretett. Az apa leteszi a gyermeket. Ugye szeretett? Ugye szeretett? Nem bírja már, el kell rohannia. A jászóban fekvő Isten fia karácsony esti képe kergeti. Feledte, és most nem feledheti. Most a szeméből könyre könyv fakad. Most vádakat hall, kínzó vádakat. Elmenekülne még, de nem lehet. Most utolérte a szeretet. S még a szívébe égi béket ér, mintha körül a hólepett fehér tetők utak felett, távol zene, angyalok tiszta hangja zengene, szívet szólongató, szép életem. Szegény lett, érted, ugye szereted. Túrmezei Erzsébet, adventi harangszó. Borús szemű, gondbarázdált, fáradt arcú emberek. Itt is egy, és ott is egy. Vége sincs, és száma sincs. Mellettem sodródnak el mind az utcaforgatagban. Várja őket íróasztal, akta, gép, katedra, műhely, munkaterhe, tenyérgúnya. A nagyváros ontja őket végtelen tömegben. Gondbarázdált, fáradt arccal tova tűnnek, elsietnek. Itt is egy, és ott is egy. Vége sincs, és száma sincs. Valamikor nem is régen, 20 éve, 40 éve. Mindez a sok fáradt ember hívő, boldog gyermek szemmel tekintett a nagyvilágba. Csodákat várt. Szelítszárnyon, ha közelgett Szent Karácsony, tekintete csodaváron, csodahívőn csillogott. Jaj, a hajszás nagy robot szeme fényét kioltotta. Sose csillog benne már a csodavárás öröme. Valamikor nekik is volt gyertya fényes fenyőfájuk. Évről évre kevesebb lett rajta a gyertya, és az ágát szelek törték, tördelgették. Most már nincsen. Minek várnák Szent Karácsony közelettét? A mennyország csukva, zárva, nem suhog az angyal szárnya. A gyermekkor szép világos vele minden, oda rég. Most ők vesznek karácsonyfát, alkudozva, olcsó pénzen, és ők mondanak mesét. Zúg az adventi harangszó, gyermekszemek lámpácskái felragyognak, fénylenek. Ők csak mennek fejlehajtva, másinál az üzenet. Istenem, zúgó harangát teremts most a szívemet. Istenem, harangozok, adventet harangozok, fáradtéptű embereknek, adventet harangozok. Bim, bam, higgyetek megint, legyen advent bennetek. Csodahívő szemetek, világítson a világba, benne várakozás lángja, benne adventi remény, mert élő a messiás. Szeretete fénylő fáját, lángra gyújtja a bolvárját. Fül nem hallott, szem nem látott égi békét, boldogságot, el nem múló szép karácsonyt irgalommal osztogat. Önmagát is megosztja, hűszívét is,
szeretettel. Rózsás arcú kisgyerekkel, fáradt léptű emberekkel megosztja önmagát. Jaj, a hajszás nagy robot annyi szemnek Krisztus vágyó tiszta lángját kioltotta. Sose csillog benne most a csodavárás öröme. Istenem, harangozok, adventet harangozok, fáradt arcú embereknek adventet harangozok. Köszönjük szépen! Felkérem dr. Medvegy János plébánosodat, hogy kérje Isten áldását városunk adventi koszorújára, vagy gyújtsa meg a hídgyertyáját. Kedves ünneplők! Öröm gyulladt a szívünkben, amikor a város ünnepi fényei meggyulladtak. Örüljünk azért, hogy nem maradt sötétségben mezőköves városa, mert a díszkivilágás, az ünnepi fények figyelmeztetnek bennünket arra, hogy érkezik az örök világosságú világ világossága. Az ember fél a sötéttől, azaz álnoksátának a mesterkedése, a káosz, a háború, minden olyan egyedetlenkedés, paragrás, amely sötétséget kelt az ember szívébe. Ezért, amikor meggyújtjuk az örök világosságnak rá utaló első gyertyát, a hitnek gyertyáját, akik erre járnak és rátekintenek a adventi koszorúra, az égő gyertya szálakra, akkor Krisztusra a világ világosságára gondoljanak, aki eljött ebbe a világba, hogy soha el nem alvó fény legyen, soha nem kihűnő fény legyen. Ezért most a béke, a világosság, a világ világosságának királyához imádkozzunk közösen. Mi atyám, a félelményekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig magyarok vagyok Szenyához fordulunk, akinek a Vitániában egyik megnevezése, ő a béke királynője. Ő nem csak a magyar népnek királynője, minden keresztény nemzetnek királynője, ő a béke királynője. Imádkozzunk most hozzá, hogy a fény, a Krisztustól áradó fény járja át a lelketet. Üdvözlét, Mária, kérem, teljes, az Urván terület, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szentemnél, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Áldja meg a mindenható Isten, az adventi koszorút, az égő gyertyákat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, a fellépőknek pedig a szép ünnepi műsort.
A gyertyagyújtás után szeretettel várunk minden kedves jelenlévőt egy forró teára vagy forralt borra a faházhoz. Találkozunk jövő hét vasárnap is, szeretettel várjuk Önöket!